Köszöntöm nézőinket! Önök a Tolnatáj Televízió híradóját látják, Liszkai Lórán vagyok. Fő témáink néhány mondatban. Befejeződtek a munkálatok. Kialakítottak két felnőtt házi orvosi rendelőt Szekszárdon. Vádemelés. Tárgyalják az 56-os úton balesetet okozó autós ügyét. Szakmai tanulmányi versenyek. Idén is megmérettették magukat a Tolna vármegyei diákok. A mesterséges intelligencia társadalmi hatásai. Szakmai program. Szekszárdon a volt felnőtt orvosi ügyelet épületében két rendelőt alakítottak ki. A kivitelezés 2023. októberében kezdődött és december végén fejeződött be. A felújítás mintegy 230 millió forintból valósult meg. Szekszárd alpolgármester Gyurkovics János elmondta, az orvosi rendelők felújítása több mint 4000 embert érint. A pácienseket egy korszerűsített, uniós szabványoknak megfelelő épületben látják el. A közgyűlés a közös döntést meghozta, és eldöntöttük, hogy ezt a projektet is be fogjuk fejezni a 2023-as évben. Nem gondoltuk volna, hogy az építkezés során ilyen nehézségekbe ütközünk, de saját kivitelezésben és a kivitelezés a távfőigazgató úr vezetésével, Csukla Tibor úr vezetésével zajlott folyamatosan. Meg kell említenem, hogy emberfeletti kiemelkedő munkát végeztek. Hozzátette, a munkálatok határidőre elkészültek, a műszaki átadásra sor került, valamint a garanciális hibákat is kijavították. A november-december az nagyon bővelkedett csapadékba, és hát természetesen az nyomtalanul nem történt meg, de most is elkövetnek mindent, hogy ahol egy-két ilyen tenyérnyi nedvesedés még tapasztalható, az is oldódjon meg. Az új rendelőben két körzet házi orvosa fog praktizálni a közeljövőben. A Bálint doktornő, aki jelenleg a Kadarka utcába a Első Béla gimnázium kollégiumába rendel, és a pap doktor úr az vissza fog kötérni eredeti helyére. A tervezés és a kivitelezés során is változások történtek az épület elhelyezésével kapcsolatban. Gyakorlatilag a technikai helyiségek kerültek a börtönfelelő oldalra, és a rendelő, a váróterem az pedig hát az parkolóra és a város egyes részeit lehet látni a parkolókból. A szekszárdi távfőszolgálató ügyvezetője Csukla Tibor elmondta, a város önkormányzata uniós forrásból valósította meg a beruházást, a szerződést 2023. áprilisában kötötték meg. Ez egy 230 milliós beruházás, amelyből a szekszárdi távfő 50 millió saját erőbe csinált meg, a többit pedig a vállalkozókkal, úgyhogy a külső-belső munkát már egészen későn, tehát a decemberben is csináltuk, úgyhogy nem volt valami egyszerű dolog. A február 12-i héten ünnepélyes átadót rendeznek, addigra a rendelőket is berendezik. Vádat emelt az ügyészség a 2021-ben halálos balesetet okozó sofőr ellen. A vádlott Szekszárd és Várdom közötti útszakaszon nagy sebességgel az árokba hajtva egy betonhídnak csapódott autójával. A balesetben a hátsó ülésen utazó 17 éves lány életét vesztette. Elítélte első fokon a bíróság a Várdomb és Szekszárd között halálos közúti balesetet okozó sofőrt. Az Alperes 2021. június 16-án nagy sebességgel hajtott át Bonyhádon, majd felvette a két kiskorú sértettet, illetve még egy szemét, akik Szekszárdra tartottak. A városon áthajtva négy kört driftel vetett meg a körforgalomban, majd az 56-os úton egy kanyarból kisodródott. A balesetben hárma 8 napon túl gyógyuló sérüléseket szereztek, egy lány pedig elhunyt. A vádott bűnös halálos közúti baleset gondatlankozásának vétségében a BTK 235 szakasz 1 bekezdési ütköző, második bekezdés B pont szerint minősülően. Ezért a járásbíróság vádottat 3 év fogházfokozatú szabadságvesztésre, és a közúti járműek vezetésétől végleges hatályú eltiltásra ítélik. Az ügyészség 4 éves szabadságvesztést indítványozott, ebből a bíróság ezen a tárgyaláson 3 évnyit állapított meg. Súlyos vitókörülménynek számított, hogy a sofőr már korábban is többször megsértette a KRESZ szabályait.
azonban a bíróság figyelembe vette a vádlott balesetből adódó maradandó sérüléseit. A vezetéstechnikai hiba a balesetnek az elsődleges oka, hogy a megengedett sebesség túlépése mellett, de alapvetően a megengedett sebesség túlépése önmagában nem lehetett baleseti ok, hiszen hogy ez a két a fizikai határlenyúkra. Tehát alapvetően egy olyan vezetéstechnikai hibára vezethető vissza a baleset, ha a kutyát figyelmen kívül hagyjuk, de hangsúlyozom, kizárni nem lehet, ami miatt a 4 éves szabadságvesztés, amit ugye az ügyészség indítványozott, azt kell mondjam, hogy szinte példanélküli a magyar büntetőjogban. A vádlott és védőügyvédje fellebbeznek az ítélet ellen. Most rövid híreink következnek. A megkérdezettek többsége fontosnak tartja, hogy időskorában ne legyenek anyagi nehézségei, a várható állami nyugdíjtól ugyanakkor nem remélnek gondtalan megélhetést. Derül ki az egyik magyar kereskedelmi bank felméréséből. Az aktív keresők 27%-a kiemelkedően fontosnak, további 57%-a nagyon fontosnak tartja, hogy a nyugdíjas éveiben ne kelljen a számlái miatt aggódnia. A megkérdezettek 29%-a biztosra veszi, hogy nem fog kijönni az állami nyugdíjból. Éves összevetésben 2024 elejére csökkent a csirke, a pulyka és a marhahús ára, olcsóbb lett a tojás, valamint a sertéshúsok egy része is. Olvasható az Agrár Közgazdasági Intézet összefoglalójában. Az adatok szerint a friss csirkehúsok feldolgozói értékesítési árai 10 és 25% közötti mértékben csökkentek. A ketreces tartásból származó étkezési tojás ára 2024 első három hetében 18%-kal, a pulykahús ára ennél is nagyobb mértékben, esetenként 26-27%-kal esett vissza a tavalyi azonos időszakhoz képest. A Tolna vármegyei kereskedelmi és iparkamara gondozásában helyi tanulók is részt vesznek a 2023-24-es szakma kiváló tanulója és országos szakmai tanulmányi versenyeken. Az idei szakmai tanulmányi versenyekre novembertől jelentkezhettek a diákok. Tolna vármegyében 32 szakmában 317 résztvevő jelezte indulási szándékát. A verseny január 8-án kezdődött, Tolna megyében összesen január 23-áig 276 versenyző fejezte be a dolgozatának a megírását 30 szakmában. A dolgozatoknak a megtekintése február 7-én történik itt a kamarában, azoknak a versenyszakmáknak, amelyek papír alapon történtek. Vörös Mária elmondta azt is, a szakmai dolgozatok nagy részét már online formában írják a diákok. Ezek a versenyek a Tolna vármegyei szakképzési centrum és a Paksi Energetikai Technikum és Kollégium iskoláiban zajlottak. Azok a versenyzők, akik a területi előválogatóba 60% feletti eredményt érnek el, ők az egyik szakmai vizsgamodul alól felmentést kapnak. Ez minden esetben az intézmény vezetőnek, illetve az intézménynek a döntése. Az a versenyző, aki szép eredményt ér el, 80, akár 90% feletti eredményt, ő tovább juthat az országos előválogatóba. Aki az országos előválogatóban továbbiakban is szép eredményt ér el, tovább jut a szakmák magyar bajnokságára, a Szakmasztár Fesztiválra, amely Budapesten lesz megtartva 2024 áprilisában. A megmérettetés több, mint 20 éves múltra tekint vissza. Tolna vármegye már a kezdetek óta képviselteti magát az eseményen a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara keretein belül. Tolna megyének nagyon színes a palettája. Természetesen a környezeti adottságokhoz mérten szinte minden szakma tanulható, illetve oktatható itt a megyében. A Tolna vármegyei szakképzési centrumnak szinte minden iskolájában megtalálhatják a diákok a számukra kedvező szakmákat, illetve szakmacsoportokat, illetve hogyha nem állami finanszírozású, alapítványi, illetve egyházi iskolákat tekintjük, akkor is nagyon gazdag a kínálat a pályaválasztás előtt álló diákoknak. Az elmúlt években a helyi diákok több nagy sikert is elértek. A tanácsadó szerint fontos, hogy a tanulók ne érezzék túl nagy tehernek a kihívást. Rövid híreinkkel folytatjuk a híradót. Az elmúlt évben 10 milliárd forintot csaltak ki a bűnözők a magyar károsultaktól egy kiberbiztonságra szakosodott szoftvercég szerint. A szakértők egyebek mellett azt ajánlják az ügyfeleknek,
hogy különböző erős, egyedi, 15-20 karakteres jelszavakat használjanak, és soha nem mentsék el a személyes és pénzügyi adatokat online fiókokban, böngészőkben. A csalók tavaly főként nem létező csomagok vagy rendőrségi adategyeztetés miatt küldtek banki adatokat kérő SMS-eket, vagy az online piac téren árult holminkat szerették volna megvenni, amihez szintén bankkártya adatokat kértek. A legkifinomultabb módszer az úgynevezett call center-es csalás volt, amikor az elkövetők banki ügyintézőnek adták ki magukat, és azt ígérték, hogy biztonságba helyezik a számlán lévő pénzt. A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat adatai alapján idén januárban mindösszesen 232.916 fő szerepelt a regiszterben, 2010-hez képest több, mint 400 ezerrel csökkent a regisztrált álláskeresők száma, tavaly januárhoz viszonyítva pedig közel 11 ezeres mérséklődés figyelhető meg, mondta Comba Sándor, foglalkoztatás politikáért felelős államtitkár. Januártól lehet pályázni a KKV kapacitásfejlesztő programra, melynek segítségével mintegy 2000 új munkahely jöhet létre. A projekt célja azon kis és közepes vállalkozások kapacitásfejlesztésének támogatása, akik a 4 leghátrányosabb helyzetű magyarországi régióban működnek. Az utóbbi évtizedekben megfigyelhettük, hogy a digitalizációnak jelentős hatása volt a társadalomra. Az utóbbi hónapokban felszínre bukkanó, a mesterséges intelligenciához kapcsolódó fejlesztések egyre jelentősebbek napjainkban. Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm a mai előadóinkat és kedves vendégeinket! A Mesterséges Intelligencia Társadalmi Hatásai címmel szakmai programot szervezett a Szekszárdi Matthias Corvinus Kollégium Képzési Központja. Meghívott előadóik Székely Levente, az MCC Ifjúságkutató Intézet igazgatója és szociológiai műhelyvezetője, valamint Radnai Fanni, az Ifjúságkutató Intézet junior kutatója volt. A mesterséges intelligencia társadalmi hatásaival foglalkozó tanulmány megállapítja, hogy a digitális jövőben az EMMI minden érintett szereplő számára megkerülhetetlen, annak számos előnyével együtt. Nyilván számos pozitív példája van, tehát nem véletlenül járunk itt fejlesztésben, hogy mesterséges intelligenciát fejlesztünk, hiszen ezek a megoldások nagyon jók lehetnek olyan feladatoknak a kiváltására, amelyek ismétlődő feladatok, monoton feladatok, nagyfokú precizitást igényelnek, és ebben például a mesterséges intelligencia kiváló eszköz. De kiváló eszköz arra is, és nagyon sokan használjuk ma is, hogy inspirációt nyújt. Tehát, hogyha egy feladatnál egy kicsit megakadtunk, akkor megkérdezzük a mesterséges intelligenciát, hogy ő hogyan csinálná. Éppen ezért a jövőbeni együttgondolkodás célja olyan stratégiák kidolgozása, amelyek középpontjában a maximális gazdasági és társadalmi hasznosulás, a területi szakemberképzés és a felmerülő kihívásokra adható optimális megoldások kidolgozása áll. A nagy probléma egyébként ezzel az óriási technológiai fejlődéssel az, hogy van ennek egy elképesztő mértékű sebessége, miközben a hozzá kapcsolódó felhasználói tudás meg nem ér fel, tehát az az írástudás, az a hogyan használom a technológiát, hogy az számomra előnyt biztosítson, tehát ott kell nagyon nagyot fejlődnünk. Ezért a mesterséges intelligencia lehetőségeinek bővítéséhez elengedhetetlen az adatokhoz való hozzáférés kiterjesztése, a digitalizált munkafolyamatok és kompetenciák erősítése. Regionális híreink következnek. Fejlesztések. Átalakul a Csorvagyőző könyvtár. Kiállítás. A Szép születése címmel nyílt tárlat Siófokon. Személyi kedvezmény. Változott az összeg, az igénylés feltételei maradtak. A következő hónapokban több változás is várható a Csorba Győző könyvtár városi hálózatának működésében. Egy kényszerű költözés és a felújítási munkálatok három fiókönyvtárat is érintenek.
Az intézmény ebben a helyzetben is arra törekszik, hogy lehetőség szerint biztosítsa az olvasóknak a szolgáltatások folyamatos elérését. A Csorba Győző könyvtár két fiók könyvtára, a Minerva és a Csipkefa gyerekkönyvtár új helyre költözik tavasszal. A Minerva eddig a Szivárvány gyerekházban székelt, de az intézmény felújítása és bezárása miatt Uránváros másik területén kap helyet, mondta Miszler Tamás, a Csorba Győző könyvtár igazgatója. Úgy döntöttünk, hogy egy uránvárosi telephelyen újra ki tudjuk nyitni a fiók könyvtárat, így az Iblő Miklós utca 8 szám alatt egy megújult és nagyobb térben tudjuk majd fogadni az olvasókat. Eddig egy ilyen körülbelül 80 négyzetméteres telephelyen tudtuk fogadni az olvasókat, most 100 négyzetméteren és egy megújult helyszínen fogjuk fogadni az érdeklődőket. A Csipkefa gyerekkönyvtár Pécsen a Bajcsi Zsilinszki utcában egy 10 emeletes aljában működött 40 éven át. Mivel az épület nagyon rossz állapotban van, ezért kellett elköltözniük, tette hozzá a könyvtárigazgató. A szakmai döntés értelmében a Csipkefa gyerekkönyvtár a Bajcsi Zsilinszki utca 10 szám alól a Király utca 9-be, tehát a belvárosba fog költözni, ahol eddig a belvárosi fiók könyvtár működött a Csorba Győző könyvtárnak. Itt van elég szabad hely arra vonatkozóan, hogy egy megújult helyszínen és egy új koncepció mentén, egy zöld könyvtári koncepció mentén a belvárosi fiók könyvtár a következő években megújul. Nem csak maga az épület reményeink szerint, hanem maga a koncepció, hogy itt egy zöldkönyvtári irányt vesz a könyvtár gyűjteménye, az ott hozzá kapcsolódó programok, és mind a gyerekeket, mind a felnőtteket is itt szívesen látjuk. A könyvek becsomagolása, dobozolása elkezdődött. 8-9 ezer kötetet kell majd elköltöztetniük. A Minerva fiók könyvtár állományát már bedobozoltuk, az még költöztetésre vár. Majd akkor fognak kiköltözni a dobozok az új épületbe, az Iblő 8-ba, amikor az épület felújításra került. A Csipkefa gyerek könyvtár állományát pont a héten költöztettük ki. Minden doboz, minden könyv felkerült a belvárosi fiók könyvtár, ott várják az új helyüket. Áprilisban már új helyen várja az olvasó közönséget a Minerva fiók könyvtár és a Csipkefa gyerekkönyvtár. A Szép születése címmel több mint 50 művész munkáiból nyílt kiállítás Siófokon a Helyi Érték Egyesület szervezésében. A tárlat célja, hogy bemutassa a térség amatőr és professzionális alkotóit a festészet, a szobrászat és az irodalom szemüvegén keresztül. Pályakezdő és már több éve kiállító művészek közös tárlatát hívta életre a Siófoki Helyi Érték Egyesület. A beérkezett alkotásokat gondosan válogatták össze. Úgy gondoltuk, hogy mindenki hozzon be több művet, és Mizelek Beáta, aki a kiállítást rendezte, ő pedig eldöntötte, hogy úgy válogatja össze a képeket, hogy egymás mellett a stílusok sem, és a minőség se csúszson el, ugyanis hát vannak professzionális alkotók, meg amatőr is. Van, aki már nagyon régóta fest és alkot, tehát az ő ecsetkezelése vagy a technikai munkája már más szinten van, mint aki most kezdte. Úgyhogy ez nem egy könnyű dolog összesivagatni ennyiféle ember munkáját, de szerintem nagyon remekül meg is oldotta. Azon kívül van olyan kiállító is, aki nem festményekkel, vagy fotóval, vagy grafikával van itt, hanem irodalmi alkotásokkal. Csatlakoztak hozzánk az asszonytáncosok is, ők is az egyesületünk tagjai, és nagyon büszkék arra, hogy ők mennyi helyen fellépnek, milyen minősítéseket kapnak. Akkor egy csoport, akik országos rendezvényeken, Scrabble bajnokságokon, meg más ilyen agytornákon részt vesznek, és nagyon jó helyezésekkel. Ez egy komoly csoport, 100-150 ember összegyűlik egy-egy ilyen alkalommal. A Helyi Érték Egyesület tagjai között azonban nem csak művészeti csoportok és alkotók, de gyűjtők is helyet kaptak. Van egy úr a közöttünk, aki régi műszaki berendezéseket gyűjt, tehát abból is hoztunk egy-két dolgot, régi rádiók, fantasztikus gyűjteménye van, tehát meg is érdemelné, hogy egy egész komplett saját múzeummal legyen ebben a városban. Nem tudjuk, hogy az egyesületünk célja, illetve a vezetőség célja, hogy ezeket a lehetőségeket megkeressük, vagy kitapossuk, vagy kiudvaroljuk, tehát ahogy éppen kell, vagy ahogy lehet, de nagyon nehéz, nagyon nehéz. És nekem meggyőződésem, hogy a Balaton az egy célpont, de a Balaton környékén kell még egy csomó más információ, látvány, élmény, ami
egy esős napon, vagy bármilyen alkalommal, vagy bármilyen probléma esetén adhat lehetőséget a látogatónak. Úgy gondolom, hogy ez turista csalogató is. A kiállítás hagyományosan a Városnapon mutatkozik be a nagy közönség előtt. Nagy létszámú a látogatottsága a megnyitón. Tehát ott biztos, hogy sokan vannak, érdeklődnek, véleményük van, szeretnek itt lenni. Igazából ez egy ilyen kis happening azon a napon, amikor az első nap van, tehát a bemutató napján, az egy előadásnál is ugyanígy van, kiállításnál is, mert akkor tudnak egymással beszélgetni. A hétköznapok azok már nem annyira kerekek ebből a szempontból, de miután a Művelődési Házba előadások alkalmával jönnek, mennek az emberek, azért sokan töltik azzal a szüneteket, hogy nézelődnek, és nem a büfébe tolonganak, és ez nagyon jó. Hozzászoktak ez alatt a 20 év alatt, hogy ez van, hál' Istennek. A tárlat még egy hónapig látogatható a Kálmán Imre Művelődési Központban, Siófokon. Változott a személyi kedvezmény összege januártól. Az igénylés feltételei nem változtak, de érdemes figyelni egyes részletekre, mondta stábunknak a Baranyai NAV sajtóreferense. Személyi adókedvezmény néven kedvezményre jogosult, akinek a jogszabály szerint igazolt tartós betegsége, súlyos fogyatékossága van. Ezen adókedvezményt az igazolás szerinti kezdő évtől igényelheti. Erről beszélt stábunknak a Baranyai NAV sajtóreferense Adópercek című műsorunkban. 2024-ben a személyi kedvezmény havi összege 88.900 forint, ez havonta 13.335 forint adó megtakarítást jelent. Kérdés, hogy milyen jövedelmeknél érvényesíthető ez a kedvezmény? A magánszemély a személyi kedvezménnyel az összevont adóalapba tartozó jövedelmeket tudja csökkenteni. Az összevont adóalapba tartozó jövedelem, például az önálló tevékenységből származó jövedelem, így például az egyéni vállalkozásból vagy az őstermelésből származó jövedelem. Ide tartozik még a nem önálló tevékenységből származó jövedelem is, ilyen például a munkabér vagy megbízási díj. Kormányrendelet határozza meg az érintettek körét. Súlyosan fogyatékos személynek számít az a magánszemély, aki a vonatkozó rendelet szerinti felsorolt betegségekben szenved, vagy rokkantsági ellátásban, vagy fogyatékossági támogatásban részesül. A meglévő betegségről orvosi igazolás kell a magánszemélyeknek. Azoknak az orvosoknak, akik a súlyos fogyatékosságról igazolást állítanak ki, adatszolgáltatási kötelezettségük van január 31-ig, az 51-es nyomtatvány hivatalhoz történő benyújtásával. A magánszemélyeknek a munkáltató kifizetői adatszolgáltatás alapján rendelkezésre áll a súlyos fogyatékossággal kapcsolatos információ. Ezért a bevallási tervezetben is szerepelnek ezek az adatok. A személyi kedvezményt természetesen szerepeltetni kell az SZIA bevallási tervezetében. Abban az esetben, hogyha az adózó nem tett előzőleg adóelőleg nyilatkozatot, tehát a bevallási tervezetben nem szerepel például a személyi kedvezmény összege, akkor a bevallási tervezetet május 21-ig tudja javítani, módosítani és elfogadni. Hogyha az adózó papír alapon kérte a bevallási tervezetét, és ezt szeretné módosítani, akkor május 21-ig a 23 SZIA nyomtatványt kell benyújtania, amelyben már szerepelteti a kedvezmény összegét. Aki érintett a témában és segítségre szorul, bármelyik NAV ügyfélszolgálaton érdeklődhet, illetve hívhatja a 1819-es infovonalat, mondta Barlai Krisztina. Végül mutatjuk Tolna vármegye híreit még egyszer, röviden. Befejeződtek a munkálatok. Kialakítottak két felnőtt házi orvosi rendelőt Szekszárdon. Vádemelés. Tárgyalják az 56-os úton balesetet okozó autós ügyét. Szakmai tanulmányi versenyek. Idén is megmérettették magukat a Tolna vármegyei diákok. A mesterséges intelligencia társadalmi hatásai. Szakmai program. Csütörtökön északnyugat felől fokozatosan mindenütt megvastagszik a felhőzet, és délutántól egyre több felé várható kisebb eső.
Megerősödik a szél, hidegfront érkezik, ez kisöpri a még néhol meglévő ködöt. Jelentősen megenyhül az idő. Friss hírekkel legközelebb csütörtökön este jelentkezünk. Addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!